Vendünk a stúdióban Paróczai Anikó alpolgármester. Jó napot kívánok! A kerületért dolgozott eddig is képviselőként, és most kiemelt feladatokat kapott alpolgármesterként. Hosszasan zajlottak az egyeztetések, a bizottsági helyeket illetően gyakorlatilag az utolsó pillanatig, és 4 alpolgármestere lett a kerületnek az előző 3 után. Gajda Péter polgármester itt a stúdióban úgy fogalmazott, hogy ez egyrészt a politikai béke, másrészt módosítások, törvénymódosítások, rendeletmódosítások, harmadrészt a feladatok elosztása miatt fontos. Ön kiemelt feladatokat kapott, melyeket? Köszöntöm először a nézőket, és köszönöm a lehetőséget. Igen, ez így van. Az alpolgármesteri portfóliómba került a kerületi zöld felületek kezelése, a városüzemeltetés, a testvérvárosi kapcsolatok és az ifjúságpolitika, amelyek egyébként szerintem egyesével is elég leterhelőek és kihívásokkal teliek tudnak lenni, így együtt meg pláne. De ön agilis és fiatal, tehát azt gondolom, hogy, és van háttércsapata is, és elég régóta hoz projekteket a kerületben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy talán ez menni fog. Ön fél egy kicsit a feladattól? Semmiféleképpen sem nevezném félelemnek, inkább elhatározottságnak és motiváltságnak. Én világéletemben szerettem a kihívásokat, mert azt gondolom, hogy a kihívásokra való felkészüléssel tudunk fejlődni személyiségben, karrierben, úgyhogy óriási nagy motivációval és lelkesedéssel láttam már most neki ebben az elmúlt nagyjából egy hónapban a feladatokhoz, és hát remélem, hogy ki fog tartani ez a lelkesedés, rajtam nem fog múlni. Nagy területek, akkor vegyük egyenként. Ugye a közterületek állapota, ez az, amit az emberek elsőként látnak, tehát végigmennek az utcákon, és az, hogy elégedettek-e a kerület működésével, ez talán az egyik leglényegesebb pontja. Mi az, amit ebben meg lehet tartani jó gyakorlatként, mi az, amiben fejlődni érdemes? Én azt gondolom, hogy valóban az, hogy milyen állapotban van a közvetlen környezetünk, az óriási hatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy mennyire vagyunk megelégedve az aktuális vezetéssel. Ahogy eddig is, úgy jelenleg is az őszi időszakban folynak például a lombkezelési munkálatok, Wekerlin kihelyezésre kerültek a faketrecek, aminek az ürítése, fenntartása óriási erőforrásokat vesz igénybe a közpark munkatársaitól. Folyamatosan vizsgáljuk egyébként, hogy hova lehet még kihelyezni ilyen ketreceket, mert a Wekerlin megvalósított jó gyakorlat az a kerület többi részén is tetszik, de ugye ez elég erőforrás igényes. Ezen túl megtartottuk, és meg is fogjuk tartani. Tehát lehet, hogy mondjuk mások is szeretnének inkább ketreceket, mint zsákokat? Csak nem mindenhol lehet kirakni. Így. Nagyon sok kérdés, kérés érkezik felénk, sőt, azzal kapcsolatban is, hogy a már megélőket sűrítsük, a vekerlélyeket, de ennek a programnak a kiterjesztésével kapcsolatban is. Meg fogjuk vizsgálni, hogy itt mik a lehetőségek, de ugye korlátozottak sajnos a rendelkezésre álló erőforrások. A többi helyen maradnak akkor a zsákok, abba lehet gyűjteni a lombokat, ezt is finanszírozza az önkormányzat, néhány zsákot tudnak ingyen kapni az itt élők, a többit meg lehet vásárolni viszonylag jutányos áron, hol, miként, meddig. A körzetes képviselők minden egyes körzetben elkezdték már a zsákoknak a széthordását, és akik esetleg nem kapták meg ezeket a zsákokat, azok mindenféleképpen keressék meg a kerületi képviselőjüket, mert lehet, hogy valamilyen adminisztratív okból ez elakadt. Akiknek pedig nem elég az önkormányzat által ingyenesen rendelkezésükre bocsátott zsák, azok a közparknál munkaidőben tudnak vásárolni zsákokat, amiket utána a közpark el fog szállítani. Több nagy feladat is tartozik a közterületek kérdéséhez, például az út és járda felújítási program. Gajda Péter polgármester kiemelten említette ennek is a fontosságát, illetve azt, hogy ebben a költségvetési ciklusban ezt mindenképpen elkezdik, illetve erre ráerősítenek. Ugye a költségvetés most készül, hol helyezkedik el ez a prioritások között? A költségvetést elkezdték készíteni az önkormányzat irodái és az intézményei is, így a Közpark Kft. Is elkezdte ezt megvizsgálni, hogy mire lesz forrás a következő évben, és természetesen most is nagyon fontos lesz számunkra az, hogy minél több kerületi út és járda kerüljön megújításra, karbantartásra. Még nem látjuk pontosan, hogy mennyi forrás fog rendelkezésre állni. Ez január-február hónapokban fog letisztázódni.
Arra egyébként van visszajelzés, hogy hol van a legnagyobb igény vagy szükség erre? Ugye ezt is szokták kérdezni egyrészt az emberek, másrészt a szakembereik fölmérik a kerületi utakat, utcákat, tehát hogy esetleg melyek azok a marginális területek, ahol mindenképpen el kéne ezeket kezdeni? Nyilván mindenkinek a saját háza előtti rész mindig a legfontosabb és a legkritikusabb. A közpark munkatársai folyamatosan nézik azt, hogy szerintük szakértői szemmel mi az az út, útszakasz, járda, amit meg kell újítani, és ezeket mindenféleképpen be fogjuk csatornázni a prioritások kialakításába, és ahogy egyébként az előző ciklusnak a végén felkerült a közpark oldalára az út és járda felújításoknak az ütemterve, úgy ezt a következő költségvetési ciklusban is abszolút célról tűztük ki. Az is fontos, hogy az utaknak és a járdáknak a környezete hogy néz ki. Ugye ebbe egy csomó civil kezdeményezést be tudtak vonni az elmúlt években, amelyek nagyon sikeresek. Ön például személyesen is keresett meg civileket, illetve a civilek személyesen is keresték meg önt közterületszépítési programokkal. Ki szeretné ezt terjeszteni? Egy szemléletformálással szeretné esetleg még ezt jobbá tenni, hogy nyilván az önkormányzatnak van ebbe feladata, de azért azoknak is, akik itt élnek, hogy ezt valamilyen közös módon tovább lehessen fejleszteni. Kettő jó gyakorlatot hoznék ide. Az egyik az a Cukrász utcai kiskertnek a kialakítása, ami lakossági igényre valósult meg, és a gondozásába is besegít a lakosság, a Közpark Kft. Végzi azt, de abszolút vannak civilek, akik ugyanúgy gyomlálják a virágágyást, sőt vásárolnak bele virágokat. A közvetlen környezetünk szépítésére való igény, az azt gondolom, hogy nem váratlan, és ezért emberek sokkal több időt, energiát hajlamosak ebbe belefektetni, főleg, hogyha azt látják, hogy egyébként az önkormányzat támogató, és az önkormányzat általában ebben támogató tud lenni. A másik ilyen kezdeményezés az a szintén Vekelére kihelyezett közösségi komposztáló, amit májusban helyeztünk ki a közterületre, és elkezdték használni a társasházakban élők, és most már arról kezdjük meg az egyeztetéseket, hogy az egy év után, ami után a komposzt az kitermelhető lesz, mit csináljunk a komposzttal, hogyan osszuk szét a lakók között, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kezdeményezés van, ahol nekünk csak partnerként kell együttműködni a lakókkal, mert nekik is az az érdekük, hogy egy minél szebb, minél fenntartható, minél zöldebb környezetben lakjanak. És hajlandók is azért tenni, csak egy kis tervezés kell, vagy egy kis segítség, vagy egy kis összefogás, vagy ötletek pontosan. Esetleg. Pontosan. Ugye a szemléletformálás, ez rögtön hívószóként hozza a másik fontos területét, az ifjúság kérdését. Ugye ilyenkor kell elkezdeni, vagy ilyenkor lehet elkezdeni azt, hogy hogyan kapjanak muníciót, arra, hogy hogyan gondolkodjanak a környezetükről, a jövőjükről, akár a föld jövőjéről. Mi az, amit itt a kerületen belül tudnak nyújtani az ifjúsági programokon belül, a diák önkormányzatokkal való együttműködésen belül, hogyan tudja ezt koordinálni, és miket képzel el a jövőben a feladataival kapcsolatban? Igen, itt szerintem fontos azt kiemelni elsősorban, hogy ez mind önként vállalt feladata az önkormányzatnak, tehát bármit, amit nevelést, oktatást végzünk, az egy plusz feladat, mert jelenleg ezek a tankerületnél, az államnál vannak. Amit mi már 2 éve elkezdtünk, és egy Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, szemléletformálás, az a modell önkormányzat, egy szimulációs verseny, ami során a gyerekek beleképzelik magukat a képviselőknek a szerepébe. Választanak maguk közül polgármestert, alpolgármestert, és ezen a szimuláción keresztül vonjuk be igazából őket a kerületi döntéshozatalba, szorgalmazzuk azt, hogy olyan ötletekkel álljanak elő, amiket ők változtatnának a kerületben, ami közel van az ifjúsághoz. Így szerveztük meg például az első sportnapot, aminek az volt a célja, hogy a kerületi civil szervezeteket, akik sportolással foglalkoznak, őket közelebb hozzuk az ifjúsághoz, hogy minél több fiatal kezdjen el minél hamarabb sportolni, és tegye azt kerületi szervezetekben, mert rengeteg ilyen van. Az én lányaimon úgy látom, hogy nagyon aktívan figyelik a közéletet, és hogy nagyon markáns véleményük van, és ötleteik is a változtatásra.
Az itteni diákoknál is azt figyeltem meg, hogy egyrészt szeretnek ebben részt venni, másrészt nagyon komolyan veszik azt, hogy igenis változtatnunk kell, és igenis hallatjuk a szavunkat. Ezt még 10 évvel ezelőtt nem tapasztaltam ennyire. A mostani 15-25 évesek mennyire fogékonyak arra, hogy igenis bele fogunk szólni a helyi ügyeinkbe, és fogunk szólni a polgármesternek, az alpolgármesternek, a képviselőknek, és oda megyünk és képviseltetjük magunkat, és van ötletünk, és van véleményünk, és tessék megvalósítani. Szerencsére én is ezt tapasztalom egyébként, hogy a fiatalok sokkal karcosabbak különböző témákban, legyen az klímaváltozás, részvételiség, és nagyon jó, hogy karcosabbak ilyen témákban, mert leginkább az ő jövőjükről szól az, hogy hogyan változik a közélet, és hát az nagyon változik, és nagyon gyorsan változik, és én azt vettem észre, hogy nagyon gyorsan bele tudnak egyébként tanulni ezekbe a helyzetekbe. Az első modell önkormányzati ülésen szinte egy fél délután alatt sikerült magukat beleképzelni döntéshozói szerepekbe, megértették azt, hogy hogyan lehet az érdekeiket érvényesíteni, és ugye nem csak a játék során, hanem azután is folyamatosan, ahogy a sportnapot velük közösen kidolgoztuk és megvalósítottuk. A második modell önkormányzati ülésen pedig olyan beszélgetések zajlottak, viták zajlottak a szimulált modell önkormányzat tagjai között, amik számomra meglepően színvonalasak voltak, tehát aktuálpolitikáról, globálpolitikáról, fenntarthatóságról, klímaadaptációról. 14-15 éves gyerekek borzasztó szakértői szemmel tudtak beszélgetni, vitatkozni. És tudtak érvelni, és tudták egymást tiszteletben tartani, mondjuk egymás véleményét, meg tudták egymást hallgatni, tudták gyakorolni a valódi demokráciát? Igen. Üdítő egyébként jövőre, ha lesz modell önkormányzat, akkor én mindenkit nagyon szívesen invitálok, mert számomra nagyon üdítő és motiváló volt azt látni, hogy a kerületi ifjúság milyen odaadással és lelkesedéssel áll ki bizonyos ügyek mellett. És azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ez egy óriási önként vállalt feladata, hogy motiválja és motiváltan tartja ezeket a diákokat. Az itteni diák ugye a diákcsere programoknak köszönhetően folyamatosan tudnak egyébként a testvérvárosi programokban részt venni, és a környező országokban ellátogatni, más kultúrákat megismerni, más diákokat megismerni, kapcsolatokat kiépíteni, ezeket használni a hétköznapokban, illetve megismerni más gondolkodást, vagy más jó gyakorlatokat. Milyen újabb lépések lehetnek ezekben a kapcsolatokban, hiszen ugye a nemzetközi terület is önhöz tartozik majd. Igen, ez egy nagyon izgalmas terület, és közel áll a szívemhez. Én egyetem alatt egyébként egy hasonló diákszervezetből érkeztem a közéletbe. Ott európai szinten foglalkoztam ifjúságpolitikával. És szerintem ebben nagyon érdekes minél hamarabb beletanulni. És hogyha valaki meg tudja tartani ezt a szemléletet, akkor jól látja azt, hogy milyen lehetőségek vannak egy önkormányzat területén, mondjuk az együttműködésekre. Nyilván nem csak testvérvárosi kapcsolatokról van itt szó, de azt gondolom, hogy az a vége egy-egy önkormányzatnál a nemzetközi kapcsolatoknak, hogy egy másik várossal bizonyos témákban kialakul egy együttműködés, és testvérvárosok lesznek. Figyelemmel kísérjük azt, hogy jelenleg milyen Európai Uniós támogatási lehetőségek vannak, vagy esetleg más támogatási lehetőségek, amikre lehet pályázni, nem csak diákcsere programok kapcsán, de ilyenek is a radar alatt vannak jelenleg, hanem mondjuk klímaadaptációs pilóta programok terén. Lesznek-e újítások alpolgármesterként az ön területén? Nyilván korábban is hozott be programokat képviselőként, illetve jól működő programokat átvett, megerősített. Van-e olyan, ami teljesen új lesz? Biztosan lesz több újítás. A legelső ilyen az a kerületi ifjúsági stratégiának a kialakítása lesz, ami nem csak a KIFÖ-ről, a Kispesti Ifjúsági Önkormányzatról szólna, hanem kicsit kiterjeszteni a látókörét az önkormányzat a különböző ifjúsági szervezetekre nézve, amik egyébként itt működnek a kerületben, de még vagy nincs velük kapcsolatunk, vagy pedig nem olyan erős velük a kapcsolatunk. Tehát akkor az iskolák, vagy akár a szervezetek számíthatnak arra, hogy lesz megkeresés az önkormányzat felől. Biztosan. Remélem, hogy megtalálunk mindenkit, ha esetleg valaki kihagyva érzi majd magát, akkor az jelentkezzen. Akkor lesznek felületek, ahol ők is kapcsolódhatnak. Abszolút. Minden nyilvános lesz a közösségi média felületeinken, az önkormányzat oldalán. Ez ismét egy társadalmasított projektnek ígérkezik. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.